Sziasztok! Újra egy játszós videóval jövünk. Itt egy 190 lovas KODIAQ, itt az új 150 lovas 4x4-es Duster, amúgy ez is 4x4-es, nehogy elfelejtsük. Megnéztük mind a két autót, hogy mégis hogy mozog a havas terepen. Ez egy kicsit nehezebb, úgyhogy helyből jobban indul, az ilyen hágókon könnyebben megy, viszont a Duster olyan könnyű, mint egy kicsi szöcske így pattog át a havon mindenhol. A mai teszt nem teszt, hanem inkább egy ilyen kicsit szórakozás. Külön ezt az autót már bemutattam nektek, hogyha ide kattintotok, akkor meg tudjátok nézni. Ezt az autót hamarosan be fogjuk mutatni, úgyhogy ha majd oda kattintotok, akkor meg tudjátok nézni azt is 2 hét múlva körülbelül. Meg vagyunk elégedve mindannyian, Zsolti barátom, Laci barátom. Mindenki azt mondja, hogy mind a két autó nagyon jó, nézzétek meg ti is, hogy mire képes, és mielőtt belefognánk a videóba, iratkozzatok fel a csatornára, itt a jobb alsó sarokba tudtok feliratkozni, valamint ha megnyomjátok a kis csengőt, akkor értesítést fogtok kapni a telefonotokra az összes videóról, és semmiről sem maradtok le a jövőben.
3. Csináltunk még ilyen játszós videót, azt is nagyon-nagyon szerettétek, már mindjárt 110 ezer megtekintésnél van. Ott egy 4x4-es Diesel Dustert hasonlítottunk össze egy 1.3-as 180 lovas automata váltós Jeep Renegade-del. Ha azt a tesztet véletlenül nem láttátok, amúgy egy agyagos crosspályán van leforgatva, úgyhogy elég jó teljesítettek a gépek. Ide kattintva azt a tesztet is megnézhetitek.
Köszönöm a támogatást az AUTOGROUP SIMO Dacia és Renault képviseletnek, a Renault SELECTION márkafüggetlen használt autóhálózatnak, az EcoCar Skoda képviseletnek, a Coral üzleteknek, az Onyx üzleteknek, a Figaro Company gyertyakészítő műhelynek, de a legeslegnagyobb köszönet nektek jár, mint már harmadikszor mondom el, de elhagytuk az 1 millió megtekintést, nagy köszi, és mindjárt elértük a 4000 feliratkozót. Nagyon szépen köszönöm, iratkozzatok fel a csatornára, extra tartalmakért kövessetek Facebookon, Youtube-on, Instán. Jövő héten újra jövök egy új autóteszttel, valószínű, hogy egy Nissan Micra lesz. Nem az izgalmak tetőfoka, de azért az is egy szupermini városi kisautó, ami szerintem az egyik legjobb választás lehet mindenkinek. És vigyázzatok magatokra, jó vezetést, remélem van téli gumitok, ha nincs, akkor sok kézifékezést. Sziasztok!